Több tárgyat és témakört is érintettek az MTMI élményközpont diákoknak szóló kísérletei az elmúlt években. Ezek megvalósításához számos olyan eszközt használtak a nyíregyházi létesítmény munkatársai, amelyekkel az iskolában egyébként nem találkoznak a fiatalok. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Péter Zoltán Krisztián, a Kertvárosi Általános Iskola tanára, aki óraadóként vett részt ebben a projektben. Jó napot kívánok, köszöntöm. Jó napot kívánok. Segítsen akkor, hogyan lehet, és akkor próbálja meg érzékletessé tenni azt, hogy hogyan tették érzékletessé az oktatást ezekben a természettudományos tantárgyakban. Úgy működött, hogy jöttek ugye különböző iskolákból a tanulók, és egy ilyen másfél órás ciklusban részt vettek ilyen foglalkozáson. Én magam a fizika tantárgyal kapcsolatosan végeztem ilyen foglalkozásokat, de a többi tanítási egységekbe is ugye el tudtak jutni, ugye matematika, kémia, és akkor sorolhatnánk még a műszakit is. Gyakorlatilag arról szólt, hogy voltak különböző mérőeszközök, ezeket ugye megvizsgálták a tanulók, előállítottunk egy bizonyos problémát, és akkor a tanulók önálló ötleteit próbáltam bevonni, hogy megvalósítják ezt a kísérleti mérést. Aztán megnéztük többféleképpen is, tehát lényegében több ilyen témakört érintettünk itt a foglalkozások keretében, mechanikai, hőtani, aztán elektromos kísérletek is voltak. Számomra az volt az érdekes, hogy próbáltam a tanulókat úgy bevonni, hogy minél érdekesebb legyen az a kísérleti eszköznek a megismerése, tehát ne főként ilyen száraz elméleti ismereteket adjunk át a tanulóknak, hanem tényleg kipróbálják, megfogják, játékosan használják azokat az eszközöket, és gyakorlatilag az is nagyon fontos volt, hogy ilyen házi versenyeket is szerveztem úgymond, hogy volt egy probléma, megnéztük, hogy ki mit tud azzal a mérőeszközzel előállítani, és akkor egymással versenyeztek, hogy ki az ügyesebb, ki a gyorsabb, és gyakorlatilag ezt így próbáltam így érdekessé tenni a foglalkozásokat. Mi volt a tapasztalat? Mennyire aktívak a gyerekek? Hát az elején ugye egy kicsit bátortalanok voltak, meg nem akart, de aztán azt vettem észre, hogyha így párosával hívtam ki őket, hogy volt az egyik segéd, vagy az egyik csak a stopperórát fogta és mérte, a másik a műszert használta, akkor egyre inkább lelkesebbek voltak, és akkor ketten már bátrabban kijöttek oda a mérőeszközhöz. Hát nyilván olyan is volt, hogy négyen is kellettek hozzá, például egy vákumgép, amikor előállítottuk a vákumot, akkor ott négyen sem tudták széthúzni például egy ilyen eszköz esetében. Tehát alapesetben ez volt a cél, hogy különböző eszközöket megismerjenek. Ugye ezek az eszközök az iskolákban nem nagyon lehetők fel, és azért is másabb, mert ugye nagyon sok fizika óráról így visszahallani, hogy kevés a kísérleti eszköz, nincs ideje a kollégáknak, vagy már nagyon sok éves eszközök vannak, amiket már nem igazán tudnak használni az iskolákban. Itt ebben a projekt keretében pedig ugye nagyon-nagyon sokféle eszköz volt, és olyan dolgok is voltak, amik esetleg abban az iskolában még el sem tudnak képzelni a tanulók. Én gyakorlatilag most egy kis példát is kiemelek, hogy az ilyen eszközök például repülőgép szimuláció volt, voltak ilyen egyéb ilyen légpárnás építő eszközök, elektromos napelemes kis autók, amiket így használtak. Tehát a projekt keretében ez volt az egyik, ami ilyen irányban elment, hogy folyamatosan néztük az ott lévő eszközökkel a méréseket, abból következtetéseket vontunk le, és ugye tudni kell, hogy a tanulók nem csak a fizikai mérést végezték, hanem külön ilyen táblázatot, statisztikát készítettek, ahhoz voltak különböző laptopok, tabletgépek, amiket tudtak használni, sőt, én még úgy is volt, hogy használtattam a saját telefonjukat is, tehát bevontam őket, azokon nagyon sok ilyen applikáció meg program van, aminek a segítségével akár tudtak különböző dolgokat megmérni, akár hőmérséklet mérésére is be tudtuk vonni egy-egy telefont, amelyik olyan okos volt, vagy ilyen hanghullámok érzékelésére is. Tehát volt hangvilla is, és akkor a mobiltelefonjával, saját mobiltelefonjával megnézte, hogy milyen frekvencián szólalnak meg a hangok. De jó, én is szívesen részt vettem volna egy ilyen, megmondom őszintén. Lehet, hogy máshová alakulnak a dolgok, hogyha annó mi is kapunk ilyet, mármint ilyen élménypedagógiát. És hogyha jól tudom, akkor a gyerekeket is bevonta, mármint a tekintetben, hogy ők is találjanak ki olyan kísérleteket, amelyeket igen, véghez lehet vinni. Igen, ugye? A projektnek a másik része az volt, hogy voltak olyan foglalkozások, ez egy külön másik teremben volt, rengeteg alapanyag, eszköz, fúrógép, csavarhúzótól kezdve minden rendelkezésre állt, és akkor meg volt adva egy ötlet, egy téma, hogy építsünk mondjuk egy vízrakétát.
És akkor gyakorlatilag meg voltak adva az eszközök, én adtam egy ilyen iránymutatást, és akkor a tanulóknak el kellett végezni, vagy el kellett készíteni azt az eszközt. Ugye nyilván azért mégiscsak ugye a háttérbe kell azért őket irányítgatni, hogy mégis az hogy csinálj, hogy próbáld így, na ha így nem működik, akkor mégis milyen ötleted van. Vagy akár egy üvegesféle elektroszkópot is konzervdobozból, alufóliából, vezetékekből olyan szépen elkészítették a tanulók. Hát volt, aki nagyon sokat gondolkozott, és azért ezt el kell mondani, hogy nem csak általános iskolások, hanem középiskolások is ott voltak, és némelyik középiskolásnak is azért gondot okozott, hogy hiába volt egy ilyen útmutató, hogy egy ilyen üveges elektroszkópot elkészítsen. Azért nyilván kreativitás, az mindenképpen benne volt minden tanulónál, hol az egyik így készítette, hol a másik így, aztán vagy sikerült, vagy nem, és akkor megbeszéltük, hogy az most miért nem sikerült úgy, és ezzel kapcsolatosan csináltunk különböző méréseket is. Hát lényegében erről szólt a történet, hogy azokon a foglalkozásokon ők előállították azokat az eszközöket, és azt viszont azzal pedig méréseket végeztek. Említette, hogy itt ugye az élményközpontban voltak olyan eszközök, meg vannak olyan eszközök, amelyek azért könnyebbé teszik a tanítást, de minden esetben egyébként egy tantermi keretek között lévő oktatásban vagy órában ott mindig pénzkérdés ezeknek az eszközöknek a biztosítása? Hát jó magam tudom mondani, hogy nem feltétlenül mindig a pénzkérdése, kell egy nagyon jó fizikatanár, aki mondjuk lelkes és azt mondja, hogy rááldoz egy kis időt, és akár épített dolgokból is lehet, vagy építetni a gyerekekkel, vagy egyszerűen úgy előkészíti az órát, hogy nagyon egyszerű dolgokkal megcsináltatja a kísérletet. Tehát nagyon sok szakirodalom van ilyen szempontból, és csak ajánlani tudom minden egyes fizika tanárnak, hogy igenis azért meg lehet reformálni, tehát nem feltétlenül abba az irányba kell menni, hogy tényszerű tényeket tanítsunk, ugye arra ott van az internet is, inkább főként az, hogy felkeltsük az érdeklődését a diákoknak, hogy megszeressék ugye ezt a tudományágat, és később, amikor majd oda kerül középiskola, vagy egyetem, vagy műszaki irányba, akkor majd ráér mélyebben bele látni ezekbe a dolgokba. Én mindenképpen nekem mindig szívügyem volt ez a kísérletezés, tehát gyakorlatilag én nem tudok elképzelni egy olyan órát, akár a kertvárosi iskolában is, hogy ne kísérletezzen mondjuk egy-egy diák. Ugye a gyerekek, amikor meglepődnek valamin, akkor általában wow, tehát hogy ezt mondják, gyakran tapasztalja ezt a hűha érzést hát ezeken az órákon? Nagyon is, tehát itt az élményközpontban is, meg ugye a saját intézményemben is azért meglepődnek egy-két dolgon. Mondok meg egy nagyon egyszerű példát, hogy most, hogy eszembe lett volna, akkor hoztam volna is, hogy egy fába nem kell semmi más, csak egy szeget beleütünk, és akkor ide lerakok 6 darab szeget, és az a kérésem a tanulók felé, hogy ezt a 6 szeget pakolja rá arra az egy szegre. Ugye nem egyszerű, de van rá erre is egy megoldás, de amikor úgy tényleg már látom, hogy tehát volt egyszer olyan óra, meg foglalkozás is, hogy már 30 perce is már mindent kipróbáltak így, és nem jött, és akkor nagy nehezen egynek sikerült, hú, és akkor tényleg úgy heuréka, és mondják, hogy ez bődületes. És tehát nagyon, tehát így visszajelzések alapján nagyon, nagyon szeretem, hogy tényleg élvezik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat. Szokás a reált és a humánt szembeállítani egymással, lehet, hogy nem jó dolog, de minden esetre azért olyat tapasztalt már, hogy valaki mondjuk inkább a humán irányba szeretett volna menni, és akkor a későbbiekben pedig sikerült eltéríteni, hogy mégis nagyon izgalmas a természettudományos tantárgyak valamelyiket. Valamilyen szinten biztosan el lehet téríteni így a diákokat. Én tapasztalom meg visszajelzések nekem a középiskolákból is jönnek a tanulók, hogy mondják, hogy tanárbácsi még erre emlékszik, erre a dologra, erre a kísérletre, és hogy ott miért milyen, ott miért olyan az óra, így tapasztalva mondják, hogy egy kicsikét másabb. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen el lehet téríteni. Kicsit meg lehet fertőzni őket, akár most gondolok itt a mikroszkópra is, hogy tehát volt olyan foglalkozás, amikor mikroszkóppal kellett gyűjteni ilyen különböző tárgyakat, és megvizsgáltuk, megmértük, hogy hány nanométeres a vastagsága az anyagnak, távolsága. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Munkájához további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.